A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, így október végéhez közeledve mai elmélkedésünket már a minden szentekről és a halottak napjáról fogjuk venni. Minden szentek ünnepe arra tanít minket, hogy mi is próbáljuk egy kicsikét az élet szentségre törekedni. Nem olyan egyszerű ez, hiszen a mai evangéliumban is Jézus arra tanít minket, hogy ő saját maga ura a szombatnak is. Ezzel arra tanít minket, hogy a törvényt nem a szószerintiség szerint kell venni, hanem annak az értelmét kell látni. Szabad-e szombaton gyógyítani beteget? A farizeusok szemében Jézus egy nagy bűnt követ el, miszerint dolgozik szombaton az akkori zsidó törvényeknek ellenére. Jézus ura a szombatnak is. Nem egyszerű az élet szentségre törekedni, sokszor esünk bűnbe, éppen ezért a mai szentmise könyörgései a bűnök bocsánatáért vesszük. Ezt a szentmisét Erdőt Kálmán és Irén szülők lelki üdvéért ajánlunk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én békem, igen nagy békem, kérem azért a bocsosság, mindenkor szerbőtelen Szűz Máriám, az összes angyalokat és szenteket, és ideget testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Jézus Krisztus szolgái, Pál és Timóteus üdvözletüket küldik Jézus Krisztus híveinek, az előjáróknak és a diakónusoknak, akik Filippiben élnek. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Hálát adok Istennek, valahányszor rátok gondolok. Mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatokról, mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltok az evangéliummal.
Ezért bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. Méltányos is, hogy így gondolkodjam minnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket. Hiszen minnyájan osztoztok velem a kegyelemben, akkor is, amikor bilincseket viselek, és akkor is, amikor az evangéliumot védelmezem és erősítem. Isten a tanúm, mennyire vágyakozom minnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök azért is, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjék a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és fedhetetlenek lesztek Krisztus napjára, és bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcseiben, amelyeket Jézus Krisztus szerzett Isten dicsőségére és tiszteletére. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt. Akkor eléje állt egy vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és a farizeusokat: szabad-e szombaton gyógyítani? De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azután a jelenlévőkhöz fordult. Ha valamelyikteknek a szamara vagy ökre szombaton kútba esik, nem húzza-e ki azonnal? Azok semmit sem tudtak felelni neki. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, amint azt a Szent Mise elején is említettem, a mai rövid elmélkedésünk inkább a minden szentek ünnepéhez fog csatlakozni. Ez az ünnep arra emlékeztet minket, hogy mindannyian meghívást kaptunk az élet szentségre. Minden korban, minden férfinak és férfi és nő szentjeinek, akiket mind együtt ünneplünk minden szentek ünnepén, ők nem egyszerűen szimbólumok vagy távoli elérhetetlen valamilyen lények voltak.
Épp ellenkezőleg ugyanolyan emberek voltak, mint mi, akik két lábbal jártak a földön. Ők is megtapasztalták a mindennapi nehézségeket, sokszor kudarcokat vallottak, de sikereket is, és ezt nem másképpen, csak az Úrban találták meg. Azt az erőt találták meg, hogy mindig fel tudjanak állni, és folytassák az életüket. Ebből meg tudjuk érteni azt, hogy az életszentség egy olyan cél, amelyet mi emberek saját erőnkből nem vagyunk képesek elérni. Ehhez az Istennek a kegyelme, és nekünk az erre adott szabad akaratunkkal a válaszunk szükséges. Ez az életszentség tehát egyszerre ajándék, mert az Isten kegyelme, és meghívás is. A szentek, akiket a liturgiában ünneplünk, elismerték életükben, hogy szükségük van erre az isteni fényre, és bizalommal ráhagyatkoztak az Istenre. Jelenések könyve ezt írja, most pedig Isten trónja előtt örökké éneklik az ő dicsőségét. Elérték az életük végső célját, ők már ott vannak az Istennél. Ők alkotják a szent várost, amelyre reménnyel, mint végcélunkra tekintünk, míg zarándokok vagyunk ebben a földi életben. Igaz, sokszor meg vagyunk fáradva az útnak a nehézségétől, de ott van ugyanakkor a remény az előre haladáshoz. Amikor a szentek életére tekintünk, arra kapunk meghívást és indítatást, hogy utánozzuk őket, ugyanolyanok legyünk, mint ők voltak. Kedves testvéreim, a szentek emlékezete arra késztet minket, hogy a mennyország felé emeljük tekintetünket. Nem azért, hogy megfeledkezzünk erről a földi valóságról, hanem éppen azért, hogy mind nagyobb bátorsággal és reménységgel tudjunk tekinteni a jövőbe. Ehhez kérjük a szűzanya közbenjárását, aki a vigasznak és a biztos reménynek a jele. Halottak napjához egy gondolatot fűznék most, ami egyébként Korzenszky Richárd bencés atyától származik. Ő azt mondja, biztos vagyok benne, hogy egy szál virágnak jobban tud örülni a beteg, a halálára készülő nagymama, mint a sírjára halmozott 25 vagy ki tudja mennyi koszorúnak. Egy üveg borocskának vagy pálinkának biztos jobban örülne a még élő nagypapa vagy dédi, mint a műmárvány síremléknek, amelyre aranyozott betűkkel írják majd föl a nevét, és azt, hogy élt ettől eddig. Ne országvilágnak akarjuk megmutatni, hogy mennyire szerettük őket, amikor már nincsenek köztünk. Hát igyekezzünk mindinkább arra, hogy még az életükben tiszteljük az időseket, a betegeket, azokat, akik minket fölneveltek, és akikről azt mondja Sütő András, akiktől a szemölcseinket örököltük. Kedves testvéreim, mindenkinek minden szentek ünnepére jó ünneplést kívánok, és halottak napjára pedig jó megemlékezést. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől. Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Kérünk minket, hallgass meg minket. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk. Árasz ki szent lelkedet minden emberre. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedbe ezt áldozatot, ebédnek dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházra válni. Felajánljuk neked, Istenünk, ezt az engesztelő és dicsérő áldozatot, hogy könyörülő jóságodban oldozz fel bűneinktől, és tévejgő szívünket vezesd a helyes útra, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Lelkünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt. Majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fenntámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, András püspökünkkel, Márton apátunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keretségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárának. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, így is megtörült az életben. Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, ennek az áldozatnak erejéből bocsánatot nyertünk. Add, hogy a jövőben elkerülhessük a bűnöket, és őszinte szívvel neked szolgáljunk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.